A köztársasági elnök bejelentése után lemondott Varga Judit és a korábbi igazságügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalja, ezért visszavonul a közélettől, lemond országgyűlési képviselői mandátumáról és az EP lista vezetéséről is. Kiemelte, a rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges. Ő pedig folytatta azt a több mint 25 éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését.